ahol gyermek voltam, Szabéd László visszaemlékezéséből, Rektor Rozália színművésztől olvastam. Mikor a rádiótól azt a felszólítást kaptam, hogy arról a tájról beszéljek, ahol gyermek voltam, ismerős zavar nyugodt el. Ez a zavar mindannyiszor erőt vesz rajtam, valahányszor nekem szegezik a kérdést, hogy hová való vagyok. Rossz érzésemet tetézi az, hogy akárhová megyek, mindenütt megkérdik tőlem, hogy hová való vagyok. Rossz érzésemet mindannyian az is tetézi, hogy külföldön állandóan megkérdezik, hogy hová való vagyok. Természetesen külföldön egyszerűen meg kell oldani a németeknél, franciáknál, hogy helyes a kérdés és könnyű a felelet. Az ember egyszerűen magyarságára hivatkozik, valamivel kényelmetlen, de még mindig megoldható a helyzet Budapesten. Itt erdélyi vagyok, közelebbről Kolozsvárni. De otthon Kolozsvárt, ahol Kerésián 30 esztendeje lakom, és itt a megértés kedvéért azt is meg kell vallanom, hogy idén kezdtem 36 éves lenni, mondom, otthon Kolozsvárt gyakran vallanak, hogy hová való vagyok, és ebből nyilvánvaló, hogy a kolozsváriak éles szeme azonnal meglátja rajtam az idegent. Nem különösebb, még különösebb az, hogy egy-két éves jövevények, akiket én sohasem láttam 22 éven át, otthonosan jönnek-mennek, a város minden kövére ráismernek, mutogatják nekem a Szent Mihály templomot és a Mátyás király szobrot, a Varkas utcát és társait, kedves, legkötelező házigazdaként, és a végén nem tolakodom, csak kíváncsiak, sőt, talán csak merő udvariasságból megtudakolják tőlem, hogy na és te öregem, te hová való vagy. Ezek azonnal észreveszik rajtam, hogy nem vagyok kolozsvári. Ők talán azok. Tulajdonképpen ők sem azok, csak hogy ők mindenütt otthon vannak. Otthon vannak Pécsen, otthon vannak Budapesten. Miért éppen Kolozsvárt ne vonnának otthon? Én viszont Kolozsvárt sem vagyok otthon. Másik sem vagyok otthon. Sehol sem vagyok otthon. Miért? Sok idő eltelt, amíg világosan felismertem, azért, mert én nem otthon születtem. Otthon Szabédon lett volna, ebben a kedves mezőségi faluban, amely úgy búdik meg a szelíd hajlású gombok között, mint a világ képe egy nagy mozsoltárban. Akkor, amikor először voltam rokoni látogatóban, már 19 éves koromban, legnagyobb meglepetésemre készen vált a helyem az unitárius templomban, itt éltek az őseim évszázadokon keresztül egyik nemzedék a másik nemzedéket követve, és annak helyét foglalva el, örökölve a szántókat, kaszályokat. Itt ebben a faluban élt Dénes uram, az én nagyapám, és itt nőtt fel valóban otthon az édesapám. Csak hogy az öreg könyvben, a Virág Benedek századainak egyik láttam, hogy leírt a Dénes uram az ítéletet. 1882-ben Sándor elment tanulni. Tanulni ment, azaz ettől kezdve bolyongás lett az élete. Málnásfürdő, Réd, Barátka, Sepsiszentgyörgy, s mit tudom én még milyen állomáshelyek után, Sáronbergére nevezték ki állomásfőnöknek, és én itt születtem. Sáronbergként születtem tehát, és nem otthon. Ez a Sáronberke Maros-Torda vármegyében van, ezerlelkes magyar község, de miután a teleki dolgoknak kastélyuk meg birtokuk van, természetesen sok román is akad az uradalmi cselédek közt. Mint mondtam, az apám állomásfőnök volt, ebből következett, hogy mi nem a faluban laktunk, nem is volt semmi közünk a faluhoz. Külön világban éltünk, külön törvényeknek voltunk alávetve. Ha begunyom a szememet, az állomás épület előtti hatalmas fenyőfákra emlékezem. A síneket látom magam előtt, amint bizonyítják a geometriai tételt, hogy a párhuzamos egyenesek a végtelenben találkoznak. Szinte ezeken a síneken tanultam megjárni.
A marosvölgy szelíd vinyetermő lapályos lakási vége után nagyon görbe országba kerültem. Fogaras megyébe zermestre. 4 éves lehettem, mikor az apámat oda helyezték. Zermes is egy telekiről nevezetes, tökölj itt verte meg a németekhez pártolt Teleki Mihályt. Ebben a faluban mozgalmasabb volt az élet. Hatalmas cellulózgyár foglalkoztatta a munkások és tisztviselők százalék. Tanítónők egész raja oktatta a gyönyörű állami iskolában a román meg 100 gyerekeket. Persze magyarul. Én, amíg Zermestre nem kerültünk, nem is tudtam, nem is gondoltam volna, hogy másképp is lehet beszélni, mint magyarul. Zermestre már világosan éreztem azt, amit Schallenbergén természetesen nem is érezhettem, hogy mi tulajdonképpen nem otthon lakunk. Az a 2 év, amelyet Zermesten töltöttünk, egy hosszabb látogatásnak, egy már-már unalmassá váló vendégeskedésnek tűnt fel előttem. Ez időben kezdtem gondolkozni, keresni a helyemet a világ mindenségben. Pontosan emlékszem, hogy tudatában is voltam a gondolkozásom fejlődésének. Hatalmasan éreztem, hogy értem a dolgokat. S ha már az agyam ilyen kitűnően dolgozott, lehetetlen volt nem vennem észre, hogy mi egészen másféle emberek vagyunk, mint az ernestiek. Míg a ruházatunk is más volt, mint a Brassóból öltözködő szászoké meg a románoké, és a beszédünk is. Kolozsvárra sötétben érkeztünk, s 2 lovas kocsikkal robogtunk a békebeli villanyfényes Ferenc József úton, meg a világítatlan szamos parton keresztül az új lakásba, amely az Eperjes utca és a Tapuca sarkán volt. Egy vérház, amelyben rajtunk kívül csupa braunok, utmanok, meg burgerek laktak. Iskolában az unitáriusokhoz jártunk mindig a bátyámmal együtt, aki egy évvel járt felettem. Az iskolás gyerekeknek különös szokásai voltak, bélyegeket gyűjtöttek, számoló cédulákat, és általában olyan dolgokkal szórakoztak, amelyek tőlem távol állottak. Én addig templomban nem jártam, se vallásra nem vettem részt. Roppan különösen hatott rám, hogy régeni tanító úr meg a gyerekek hetenként többször is Egyiptomról beszélgetnek, de nekem senki sem mondta, hogy az Éfán terem. Meg a fáraóról, meg az angyalokról, az angyalokkal verekedő Jákobról, akinek 12 fia volt, és ezek a fiúk a testvéreket a kútba dobták. Utána mondtam én is, sőt, régeni tanító úr meg is dicsért, de restelkedtem nagyon a dicséret miatt, mert hiszen nem értettem semmit abból, amit mondtam. Napról napra világosabban éreztem, hogy milyen rettenetesen buta vagyok. A tudás, melyben Zermesten valósággal tobzódtam, lassanként az osztálytársak és a tanító közös titka lett. Olyan véghetetlenül rosszul éreztem magam Kolozsvárt, hogy úgy határoztam, hogy mindezt csak álmodom. Vártam a felébredést, csak azt nem tudtam előtte, hogy hol fogok felébredni. Zermestene vagy Schallenbergén. Mire aztán rájöttem, hogy mégsem álmodom, arra is rá kellett jönnöm, hogy bizony álmodik nálunk az egész család. Álmodik az anyám is, álmodik az apám is. Alig 1 évig laktunk Kolozsvárt. Akkor az apám egy kis házat vett a Hóstádban, és oda zárkózott be a család, hogy nyugodtan álmodhassunk. A kaput ugyan se nappal, se éjjel nem zártuk kulcsra, de ami a kapun kívül történt, azt mi csak egy lyukon keresztül szemléltük, nem vettünk benne részt. Úgy éltünk Kolozsvárt, mintha nem is Kolozsvárt éltünk volna. Az apám fákat ültetett az udvaron, az anyám virágokat, és ez a kis telek, ma már világosan látom, csak telekkönyvileg tartozott Kolozsvárhoz. Lelkiekben szervesen folytatta azt a szabéni telket, melyet az apám azért adott el, hogy a gyermekeit Kolozsvárt neveltethesse. Amíg gyermek voltam, nem tudtam, de most egész világosan áll előttem, hogy én a gyermekkoromat tulajdonképpen nem Kolozsvárt töltöttem, hanem egy légies, irracionális mezőségi faluban, ahol pedig 19 éves koromig nem is jártam, de amely az apám és az anyám emlékeink keresztül állandóan körülrebegett. Szabélyt.